Liberálisok budapesti elnöke, Szabadai Viktor a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt! Meséljél nagyon röviden, legyen kedves, mégis azért számoljunk be a folytatásról, mert az újságok megírták kvázi szenzációként, aztán utána elszállt a levegőbe. Itt volt reggel a stúdióba, innen elment, akkor csinált azt a Facebook élőt, láttam a felvételt, tényleg egy nagyon zavart, hogy finom legyek, rendkívül zavart fiatalember kis ilyen elütötte, ön megállt és csak annyit mondott, hogy hú, van-e ennek utóélete? Ugye én nem láttam, hogy ő közeledik, csak akkor észleltem, amikor közvetlenül odaért mellém, és egész behajolt ott az arcomba. Örülök, hogy erre kicsit visszatérhetünk, mert én azt gondolom, hogy kicsit igazságtalanul írta a sajtó azt, hogy az a fiatalember mögött haladó két rendőr ügyet sem vetett erre az emberre. Ez a srác, ez ugye ott szédelgett tovább a Hungáriok körút irányába, és ez a két rendőr pontosan azt figyelte, hogy akkor érték őt utol, amikor éppen le akart a Hungáriok körútra lépni, keresztül volt az autókon, akkor tudták megállítani, nem erőszakosan, csak megfogták, és én ezt a pillanatot ugye figyeltem, aggódva néztem, hogy mi történik, és akkor mondtam, hogy hú, amikor az utolsó pillanatban mégis elérték a rendőrök, és megállították, és nem lépett le a Hungáriok körútra. Van ennek folytatása, hiszen nyilván nem azért állt ki a Hős utcán Facebookon bejelentkezni, hogy megmondja, hogy milyen az időjárás, nyilvánvalóan tervezett valamit. Ennek van-e folytatása ezek minden? Igen, ugye akkor összeállítottuk azt a javaslatcsomagot, ami aztán később most épp a tegnapi nap egyik országos napilapban meg is jelent. Selmer Ádámmal, a pártnak az elnök, a Liberálisok elnök helyettesével közösen jegyeztük azt a cikket, amiben kitértünk arra, hogy nagyon fontos szembesülni azzal, hogy ez nem egy rendészeti probléma, nem egy drog probléma. Nem lehet csak rendőröket küldeni szociális, lakhatási, egészségügyi, és sorolhatnám milyen problémák halmazára, ami generációról generációra öröklődnek sajnos ezeknél a társadalmi csoportoknál. Nem elégséges rendészeti beavatkozást alkalmazni, és nem is kifejezetten drog problémáról van szó, hiszen itt olyan tudatmódosító szerekkel találkoztunk, amik talán már nem is számítanak drogoknak, hiszen ezek a boltban megvásárolható, legálisan megvásárolható anyagokból készülnek. Itt egészen más fajta beavatkozásra van szükség. Mi azt a javaslatcsomagot tettük le, hogy Budapest álljon az élére, a város vezetése álljon az élére ennek a problémának, attól függetlenül, hogy ez nem csak Budapest probléma, egész országot érintő probléma, és ebben egy ilyen interdisziplinális, tehát tetszik az, hogy munkacsoport kezdje meg a munkáját abban egy ilyen erős beavatkozással, hogy minél hamarabb lehessen kiemelni azok, akik még elhelyezhetőek a társadalomban, a többségi társadalomon belül, azokat kiemelni ebből, akiket nem, azokat meg azonnali rehabilitációval, a Hős utcának a teljes felszámolásával, ezeknek a zárványoknak, ezeknek a gettóknak a megszüntetésével kell kezdeni. Maradjunk még Budapest, illetve agglomerációs problémáknál. Hétfő óta látjuk gyakorlatilag, hogy nagyon-nagyon nehézkesen működik a HÉV-nél az új jegyrendszer. Ugye a kalauznál már nem lehet venni, csak az automatákban. Tegnap Kárász Robi jelentkezett be egyébként nálunk itt az adásban, és megmutatta, hogy ilyen nagyjából 15 kérdést tesz fel az automata, mire kiad egy jegyet, tehát hosszasan kell várakozni. Hogyan lehetséges az, hogy nem tudtak felkészülni erre, hogy több automatát tesznek ki, hogy ne kelljen az embereknek annyit várakozni? Én azt gondolom, az alapvető probléma az, hogy a HÉV kikerült a budapesti tömegközlekedésből. Tehát szétdarabolni egy integrált városi és elővárosi közlekedés szerintem visszamenetele az időben, visszafordítjuk a fejlődést, pontosan az ellenkezőjére lett volna szükség. Ez a probléma is abból adódik, hogy ugye nem lehet ezt az elektronikus jegyrendszert úgy bevezetni, hogyha közben szétdaraboljuk a városi tömegközlekedést, hogy új tulajdonosok jelennek meg. Ugye emlékezzünk rá, hogy 2014-ben úgy kötött Budapest hitelszerződést az elektronikus jegyrendszer kifejlesztésére és bevezetésére, hogy abban a HÉV is benne volt. Azt Budapest kötötte meg. Most megjelenik egy új tulajdonos, egy új üzemben tartó, aki egyébként nem szerepel ebben a szerződésben, közben elindult egy fejlesztés, amit meg kellett állnia. Már megvolt az ígéret arra, már régen elektronikus jegyekkel közlekedünk Budapesten, most mégis állunk, és ez a szétdarabolás, ez a totálisan ellenkező irányba megy. Én nem gondolom, hogy ez egy járható út, szerintem vissza kell az egész HÉV-et integrálni a budapesti tömegközlekedésbe, az államtól vissza kell, hogy Budapest kapja a HÉV, a teljes HÉV vonalat, és ezentúl még az agglomerációval is sokkal szorosabb együttműködésen van szükség Budapestnek, akkor tud ez a város úgy fejlődni, ahogy egyébként elvárjuk egy 21. századi világvárosnak a tömegközlekedést. Tudja, mi az érdekes, hogy amiről beszél, hogy ki a fenntartó, nyilván koncepcionális probléma. Csak a nézők azon gondolkodnak, hogy nekik teljesen mindegy, Persze. Ki a fenntartó. És én ezért mondom, hogy... Egész egyszerűen ez egy annyira egyszerű probléma, hogyha nem lehet akaramusztal jegyet venni, akkor több automatikát, nincs több automatikát. De hogy sokkal már... egyszerűbb a kérdés ennél. Nem, ez még a 20. század, amiről beszélünk, hogy van egy jegyautomata. Én a 21. századról beszélek, ahol elektronikus jegyrendszerrel működik az egész, és ezt nem lehet megoldani, úgyhogy szétdaraboljuk. Tehát ezért fontos az, a fejlesztés szempontjából, az egész projektnek a menedzselése szempontjából vált fölös, vagy hibának az, hogy szétdarabolták a tömegközlekedés Budapesten. Ha az elektronikus jegyrendszerhez kitartunk, és azt gondolom, hogy ki kell, hogy tartsunk, akkor nem lehet más, mint hogy egy fenntartó, egy üzemben tartó, egy tulajdonosi szerkezettel indulnak meg a fejlesztések. Judithoz kapcsolódva szinte teljesen mindegy az, hogy ki a rendszer, vagy az üzemben igen. tartó, de hát gyakorlatilag teljesen szám jogos. Alapján fel lehet mérni, hogy három menüvel nem lehet 15 igen. gyereket megetetni, egy 2000-es kosárlabda stadionban nem férnek be 14 000-en, tehát hogy van. A szám alapján ezeket nem tesztelik le? Hát nézze, sajnos az a probléma, hogy miután elindult a fejlesztés az elektronikus jegyzetszernek, amikor még budapesti volt... az, aki elindította? Amikor még budapesti volt a HÉV, akkor is már elindult, $2 milliárd forint úgy költődött el ebben a fejlesztésben, hogy utána rájöttek, hogy nem is ezt a rendszert akarják. Rendben, de biztos, hogy van egy nap, amikor elindítják a rendszert, most nem akarok azzal, érettségén találkoztam utoljára kifejezése, hogy mire gondolhatott a költő. Mi volt igen. a fejemben? Igen, mi volt? Igen, hogy mire gondolhatott az, aki azt mondta, hogy ez tökéletesen végig fog menni, mert végigment egy rendszer, és a végén valamilyen felelős személy azt mondta, hogy oké, rendben, lefejlesztettük, oda tettük, indul. És 20 perc múlva tudták, hogy gáz van. Igen, egyetlen felelős személy van, aki akkor is ott volt a pozíciójában, és most is ott van, ez a főpolgármester. Tehát ő az, aki 2014-ben is bejelentette, hogy már az elektronikus jegyrendszer hitelszerződését aláírták, megkezdődtek a fejlődések néhány előtt. Kell neki napi szinten, napi ügymenetben értenie ehhez? Vagy a főmérnöke, az üzemben tartó vezetője. Nyilvánvalóan a felelősséget neki kell vállalni, hiszen ő írta alá az Európai Fejlesztési Bankkal a hitelszerződést, neki kell megteremteni azokat a körülményeket, hogy nem lehet néhány évente újra és újra a nulláról kezdeni, mint ahogy megtörtént most az egész fejlesztés. Már régen Budapestnek, már régen egyébként az elektronikus jegyrendszerben kéne működnie. Ugye emlékezhetünk, a kapukat már kihelyezték például a Deák téren tesztelés szempontjából, még mindig nincs hozzá például kártya, amit tesztelhetnénk. A kapuk ott amortizálódnak, ott állnak, Budapest megvásárolta őket a hitelből. Ezek a kapuk egyébként értéktelenek, hiszen csak ott állnak, nem történik velük semmi. Már tavaly ősszel kellett volna a BKV dolgozóinak saját maguknak a saját jegyeiket tesztelni, azóta sem történt ez sajnos. Nézzük a lapokat. A Magyar Időknek a címlapján láthatunk egy cikket. Európában van kultúrharc, nem nálunk, mondja Orbán Viktor, és arról szól a cikk nagyjából, hogy a saját kultúránkért folytatott harcról van szó, ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Közben pedig tudjuk, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumnak igen. a vezetőjét ugye leváltották. Ön hogyan látja? Van kultúrharc, vagy nincsen? Én nagyon szomorúnak tartom ezt, ami történik. Tehát, hogy a politika belemerészkedik ilyen mélyen abban, hogy a kultúra hogyan éljen, hogy a kultúra hogyan éljen meg Magyarországon ezt az időszakot. Ez a legrosszabb időket idézi. Tehát szerintem nagyon rossz irányba mennek ebben a kérdésben, és most már látható az, hogy elég egy olyan cikknek a megjelentetése, hogy valamelyik előadás nem tetszett kormánypárti újságírónak, és akkor magyarázkodnia kell például a színház igazgatójának, hogy ez a darab, ez miért fut. Ez nagyon rossz. És azt gondolom, hogy most már ott tartunk, hogy bizonyos pozíciók ki vannak nézve mondjuk új és új embereknek, és akkor mindenféle támadások érik ezeket. Tegnap a konkrét üggyel kapcsolatban L. Simon László itt az Egyenes Beszédben cáfolta egyébként, ugye Prőhle Gergely volt a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a vezetője, és L. Simon László cáfolta azt, hogy egyébként arról lenne szó, hogy egy újságíró megírta, hogy ő nem megfelelő vezető, és ezért váltották volna. Néhánynak még azt is cáfolták, hogy a Prőhle Gergelynek mennie kell. Holott mindenki tudta, hogy amikor már ennyire, ezek a kormánypárti újságok ennyire erről írnak, akkor biztos, hogy van valami mögötte. De néhány politikusai nyilatkozatok néhány napra még arról szóltak, hogy ez még nem nincs szó erről, ez nincs napi renden, és megvártunk 2 napot, és ez történt. Normálisnak tartja azt, hogy Magyarországon gyakorlatilag mindent, újságírás, művészetet, sportot, gyakorlatilag már a kakaócsigát is mindent a politikus. Hogy lenne ez normális? Például azt mondta, hogy kormánypárti újságíró. Igen, tehát, hogy igen. életszerű az, hogy mindenki kormánypárti vagy ellenzéki? Borzasztó. Hát ugye most már újságírókat lassan csak kormánypártiakat találunk sajnos, de egyébként nem. Hát hogy lenne ez? Tehát hogy lehetne a kultúrán valamilyen párti? Hát hogy lehetne a színház valamilyen párti? Hogy lehetne az irodalom valamilyen párti? Nem lehet semmilyen. Kitaláltam egy szlogánt. Ön szereti egyébként a mi műsorunkat? Hát, hogy ne szeretném. Oké, szereti a tévénket? Tehát függetlennek jónak tartja? Igen, természetesen. Hívhatom önt ATV párti politikusnak? Hát hívva engem ATV barát politikusnak. Na, ez jó. Oké, ez így rendben van. Utolsó kérdésem nagyon gyorsan, azonnali határozott válaszlépést adott Ukrajna provokációjára, ahogy ezt, és akkor így hívják, a Magyar Hírlapnak a címlapján jelent meg, kiutasították ugye a beregszászi konzulunkat, Magyarország azonnali hatállyal kiutasít egy meg nem nevezett konzult Budapestről. Mennyire éles a helyzet, és mit szól ehhez a válaszlépéshez? Ugye nekünk az az álláspontunk, hogy az ilyen típusú konfliktus kiélezések, mert láthatóan most ugye a magyar külpolitika nem abban az irányban, hogy a konfliktus megoldódja, a konfliktus tárgyalás és Magyarország felelősség. Én nem gondolom, hogy csak a mi felelősségünk, az már a mi felelősségünk, hogy akarjuk-e megoldani ezt a konfliktust. Most úgy látom, hogy nem ebbe az irányba vagyunk, holott egyébként nagyon-nagyon szükség lenne arra például, hogy a NATO és Ukrajna szövetsége szorosabbá váljon. Elemi érdekünk az, hogy Oroszország hatalmi törekvéseivel szemben Ukrajna egy NATO szövetséges ország. Ezt tudjuk most meggátolni ezzel. Igen vagy nem? Szerintem ez szomorú. Egy rövid válasz, igen vagy nem. Támogatja a kettős állampolgárság létét, intézményét? Én azt gondolom, hogy azok a meglévő jogokat elvenni nem helyes. Én azt gondolom, hogy ez az állapot, ez úgy nem oldható meg, hogy most akkor visszacsináljuk a kettős állampolgárságokat, amiket egyébként megkaptak ezek az emberek. Ezeket fent kell tartani továbbra is. Ezzel a témával folytatják. Így van, hiszen itt van már Szentiványi István külügyi szakértőnk, pillanatokon belül ezzel a rendkívül kiélezett viszonnyal, az ukrán-magyar viszonnyal, a kettős állampolgársággal és a minden mással folytatjuk még pillanatokon belül.